A múlt héten a Panoráma Poliklinika szervezésében megtartott pszichoszomatikus konferencia kapcsán műsorunkban sorozatot indítottunk a lelki eredetű testi betegségekről. Ma a gyermekkori hasfájásokról, gyomor-bérrendszeri tünetekről lesz szó, amelyek hátterében megdöbbentően gyakran állnak lelki tényezők. Cseh Áront, a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának gyermek-gasztroenterológusát hallják. Gyermekgyógyászként, gyermekgasztroenterológusként az egyik leggyakoribb panasz, amivel találkozunk, az a gyermekkori, csecsemőkori hasfájás. Irodalmi adatok alapján és a saját tapasztalataink alapján is ezeknek akár a háromnegyedében lelki, pszichoszomatikus, újabban funkcionálisnak nevezett tünetegyettes játszhat szerepet. Erről azt érdemes tudni, hogy a gyermeknek valódi szervi panaszai vannak, valóban fájhat a hasa, valóban lehet hasmenése, vagy akár székrekedése, lehetnek refluxszerű panaszai, de ezek nem járnak szervi elváltozással, nincsen kimutatható, ultrahanggal, vérvétellel kimutatható eltérés, hanem pszichés megterhelés áll az esetek nagy részében a tünetek hátterében. Hogyan tudja ezt eldönteni, hogy most pszichés, vagy pedig egy testi betegségről van szó? Ha jól értem, végig kell csinálni egy kivizsgálást, vagy ezt egy orvos megérezheti? Lehet erre intuíciója? Természetesen, aki már régóta van a pályán, és hát figyelmesen kérdezi és vizsgálja ki a gyermeket, és beszélget a szülővel, annak azért van egy első benyomása, és itt már nagyjából azért körvonalazódik, hogy mi lehet a panaszoknak a hátterében. De azért nem szabad, hogy ez prekoncepciókat szüljön, tehát ilyenkor a szakma szabályai szerint a szükséges vizsgálatokat természetesen el kell végezni, mert mindannyian akkor nyugszunk meg, és így reméljük, hogy a szülő is, hogyha megcsináltuk ezeket a szervi kivizsgálásokat, és azok nem mutatnak eltérést, és akkor tudjuk biztosan mondani, hogy ennek a hátterében nincsen komoly szervi elváltozás. Mik azok a leggyakoribb problémák, amik testi tünetekben, hasfájásokban, ilyesmikben manifesztálódnak? Szóval vannak ennek típusai, vagy pedig mindegyik más és más? Ha mondjuk a csecsemőket nézzük, akkor nyilván, és ez az irodalmi adatokból is következik, hogy az első gyermekes szülők, a gyermeküket akár egyedülnevelők, vagy olyanok, akiknek nincs a környezetében segítő támogatás, akár nagyszülői háttér, azokban az esetekben jelentkezik leggyakrabban. Például a csecsemőkori hasfájás, amit kólikaként bizonyos szabályrendszerek alapján sokszor ide sorolnak. Aztán a szülő szorongása jelenik meg a gyerek hasfájásával, mint tünettel? Tulajdonképpen a szülőnek a szorongása az egyrészt túlértékeli a tüneteket. Tehát azt, hogy egy csecsemő sír, és időnként fájhat a hasa, az valahol egy természetes jelenség, egy anyateljel táplált csecsemőnél, de egy tápszerrel tápláltnál is. Itt természetesen a gyerek is valamennyire átveszi a szülőnek a szorongását, hiszen ezt tudjuk, hogy már méhen belül is a gyermek érzi azt, amit az anya is érez. Tehát igen, rátevődhet így is, de alapvetően természetesen azért a szülőknek a túlértékelése játszik szerepet, magyarán annak, hogy ők ezt a tünetet, ezt valódi fájdalomként élik meg, aggódással tölti el őket, és akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamatként vezet oda, hogy ezt ők betegségképében látják megvalósulni. Későbbi életkorban, ahogy távolodik a szülőtől a gyermek, külön egyénisége lesz, ott már azért őket érintő problémák nagyon gyakran a közösségből adódnak, párkapcsolati problémákból adódnak. De ugyanígy jelentkezhet az is, hogyha a szülőknél van konfliktus, ez az egyik leggyakoribb azért sajnos, tehát például egy válás, egy elköltözés, de lehet, hogy egy kistesó születik, vagy akár csak esetleg óvodát, iskolát kell váltani, ezek mind-mind természetesen mindenkinek megterhelő lehet, és ezért például, akinek mondjuk érzékenyebb a hasa, a gyomorbérrendszere, annak nagyon könnyen ilyen gyomorbérrendszeri tünetekként jelentkezhetnek ezek a szorongások. Említette a közösségi problémákból adódó hasfájásokat itt. Miről van szó, hogy nem szereti a gyereket a tanítónéni, vagy nem tud beilleszkedni a többi gyerek közé az óvodai, vagy bölcsödei, vagy iskolai közösségbe, vagy csúfolják, vagy kikap otthon a nem tökéletes jegyekért? 2022-ben lassan már 2-3 évvel a Covid alatt elszenvedett időben azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű mindenkinek, hogy mind a közösség jelenléte, de mind a közösség hiánya is komoly pszichés problémákat vált ki a gyerekekből. Azt érdemes látni, hogy a gyerekek nagy részénél az a szorongás azért akkor alakul ki, hogyha nincsen egy megnyugtató, biztonságot adó
szülői háttér, egy családi háttér a problémákat viselő gyermek mögött. Tehát alapvetően azért arra kell gondolni, amik ilyen nagyon egyszerű problémák, hogy például összeveszett a barátjával, barátnőjével, esetleg elköltözött a legjobb barátja, nem oda jár már tovább. És igen, természetesen, hogy azt mindannyian látjuk, hogy a gyerekekkel szemben támasztott elvárások is folyamatosan nőnek, akár a tananyagot is tekintve, és természetesen ezek is szorongás szülhetnek. Minden életkorban és minden korszakban előfordultak ilyen panaszok. Ma azt látjuk, hogy valóban ezek egyre gyakrabban fordulnak elő, és ez a COVID előtt én azt gondolom, hogy már szintén meglévő elmagányosodás miatt van. Például most a COVID ráerősített, de régebben mondjuk a szociális média volt az első számú oka. Tudjuk-e, hogy milyen mechanizmussal csinálja az idegrendszer ezeket a tüneteket? Ma még nem teljesen értjük ezt az egész rendszer, de már Pavlov óta tudjuk, hogy az idegrendszerünk a bélműködésünkkel nagyon szoros összefüggésben működő kétirányú rendszert képez. Az ő kísérleteiből tudjuk, hogy például, hogyha valakinek van egy szorongásos állapota, az igenis befolyásolja akár a bélrendszernek a működését, de az is érdekes, hogy ez visszafele is hat, hiszen hogyha a bélrendszerben vannak eltérések, akár például egy bélflóra eltolódás, az valamilyen szinten befolyásolhatja az idegrendszer működését is. Ma ezt úgy fogalmazza meg a tudomány, hogy egy agy és bél mikrobiom, tehát a bélben élő flórák által képezett tengely van, és ehhez a mikrobiomhoz aztán még további dolgokat hozzá lehet csatolni, tehát ez egy több lépcsőből álló tengely, amely oda-vissza hat. Nagyon sok hormonális, jelátviteli útvonal befolyásolódik azáltal, hogy például milyen fokozott stresszválasz van az adott egyénben, illetve hogy milyen terhelésnek van ő kitéve pszichésen. Ezeket lehet is mérni különféle stresszhormonok szintjének a változásával, és azt is tudjuk, hogy ha ezek hatnak folyamatosan, akkor ez befolyásolja a bélflóránk összetételét, és egy eltolódást mutat akár egy rosszabb irányba. Míg hogyha például ezt a bélflórát egyensúlyt helyre tudjuk állítani, az valamilyen szintén a pszichés státuszunkat is befolyásolja. Ezek ma még azért döntően ilyen tudományos kísérleti adatok, ebből ma még gyógyítani nem igazán tudunk, de vannak erre próbálkozások. Hogyha a pszichés tényezők állnak a gyerekek testi tüneteinek a hátterében, akkor mi a teendő, mi a megoldás, hogyan lehet meggyógyulni? Ugye a legfontosabb az, hogy ilyenkor egy együttese kell, hogy kezelje a beteget a szervi orvosnak, a szomatikus orvosnak és a pszichés segítő csapatnak, tehát pszichológusnak, akár pszichiáternek, de ebbe a csapatba bevonunk dietetikust is. Vannak diéták, amelyek valóban enyhíthetik a panaszt, de hogyha egy pszichoszomatikus betegségről beszélünk, akkor ettől ne várjuk azt, hogy ez meg is fogja szüntetni, vagy ne várjuk egy-egy fájdalomcsillapítótól, görcsoldótól, hogy az hosszú távon alkalmazva hatásos lehet. Úgyhogy ilyenkor egyrészt mondhatunk egy diétás javaslatot is, de egy célzott pszichoterápia az, ami a legtöbb esetben segít. Ugye ez a beteg életkorától és a betegség jellegétől függően egyéni csoportos terápiát jelenthet, családterápiát is, ez attól függ, hogy éppen milyen jellegű a probléma. Mennyi idő ennek a kifutása, mennyi idő alatt lehet meggyógyítani a gyerekeket? Gondolom, akkor meg lehet gyógyítani, hogyha ezt a terápiát a család rendesen csinálja, és elmennek, vagy elviszik a gyereket. Hát, hogyha a család ezt rendesen csinálja, és elfogadja ezt az egészet, az az egyik legfontosabb része. Van olyan eset, amikor pár alkalom már elég arra, hogy egy szorongásoldás bekövetkezzen, és mondjuk például olyan praktikákat elsajátítson a gyerek, amivel levezetheti a feszültséget, de azért általában ez hosszabb távú kezelést igényel, hónapokkal érdemes számolni. Ez is nagyon egyénileg változó, meg nyilván a betegségnek a jellegéből adódik. Azt látjuk, hogy ha valakinek ez az egész elindul, akkor azért lehet hamar javulást elérni, de néha kell azért fenntartó kezelés.